Sportsikerekről fogunk beszélgetni a következő néhány percben, nem is akármilyen sikerekről. Vendégünk két fiatal teniszező, Valkusz Milán és Valkusz Máté. Üdvözöllek benneteket! Teniszről van szó, teniszezők vagytok, és ráadásul minden ketten a kerületben laktok, és a kerületben edzetek is. Ezt elmondhatjuk, hogy hol tartjátok az edzéseteket, melyik a klubotok? Persze, mi éppen most a Bókai Kertben teniszezünk, a Golden Ace nevezetű klubban. Az edzőnk az Kis Viktor, és nagyon szeretünk oda járni, mert nagyon sok pálya van, és a Bókai Kert szinte mindenre ad lehetőséget, mind a konditerem is van, van ugye úszoda, focipálya, lehet ott futópálya is van. Jó a környezet. Jó. Menjünk vissza egy kicsit a történet elejére, aztán majd mindjárt az eredményekről is esik szó, hiszen ugye elsősorban amiatt vagyunk itt. Sportoló családból származtok, de a szüleitek atléták. Ti mégis a teniszt választottátok. Miért? Igen. Nos, ugye ez úgy volt, hogy még nagyon kicsik voltunk, amikor a teniszt választottuk. Úgy volt, hogy szerintem, hogy először a szüleink kezdtek el teniszezni, és mondták, hogy álljunk be mi is. És beálltunk. Teniszeztünk egy kicsit, és ugye ott a Bókai Kertben, és volt egy remek hölgy, Fagyas Katalin, aki egy hihetetlen jó teniszező volt annak idején, sajnos már meghalt. És ő egyszer meglátott minket a teniszpályán, és azt állította, azt mondta, hogy nem tehetségesek vagyunk, olyan kicsin, 5-6 évesen, és bevett a klubban, a léves C-színeiben még akkor. Mekkora korkülönbség köztetek? Két év. És mind a ketten egyszerre kezdtétek el a sportot? Igen. Ő 7 évesen, én 5 évesen. Tehát mind a ketten egyszerre úgy éreztétek, hogy a tenisz az, amivel meg te foglalkoztatok. De előtte még judoztunk, úsztunk, még sok sportot űztünk előtte. Az nem merült föl, hogy esetleg azokat a sportágokat választhatok, amelyek a szüleitek is űztek? Nem. Az atlétika? Tehát miért? Nem vagyok oda az atlétikáért. Igen. Jó, akkor inkább azt kérdezem, hogy mi az, ami a teniszben az érdekes, a legérdekesebb számotokra? Vagy a kihívás, fogalmazunk így? Hát van a labda, amit át kell ütni, és ez egy nehéz dolog, amikor elkezded a teniszt. Ezt kell először megtanulni. Kell benne futni, nagyon sport, a sport benne, meg hogy szeretem űzni. Az igaz még, hogy a tenisz az úri sport, ahogy is mondani szokták? Azt mondják, ugye, mert előkelők játszották még nagyon régen, 1800-as években, ugye. Sokan mondják a szén a gyuri sport, de hát ma már mindenki üzheti, aki akarja, szeretné. Egy másik kérdés, hogy azt mindenki tudja, még a laikusok is, a magamfajta laikusok is, hogy ugye a tenisz az a profi világban az egyik olyan sportág, amiben a legnagyobb eredményeket lehet elérni. Tehát szép eredményeket, nagy hírnevet, sok pénz, stb. Az motivál egy fiatalembert, amikor kiválasztja a sportágot? Ott már az elején gondoltok erre, hogy milyen magasan van az a csúcs, amit el lehet érni? Igen. Hát ugye a Grand Slam-ek megnyerése, a több fajta nemzetközi tornák, a felnőtt nemzetközi versenyek, ezek mind nekem nagyon motiválók, hisz rengeteg pénzt is lehet velük keresni, tehát hírnevet, pénzt, ugye ez mind beletartozik, de ahhoz nagyon komolyan kell gondolni az egészet, és nem sokat kell dolgozni, hogy elérjük azt a szintet. Meg a ranglistán Igen, ranglistán előre jutás. Igen, előre jutni a ranglistán is nagyon nehéz dolog. Most áruljuk el a nézőknek, hogy milyen eredményeitek vannak, hiszen az kint beszélgettünk, és kiderült, hogy valami irtozatos mennyiségű kupát hoztatok már haza. Elmondjátok, hogy melyikötök mennyit, és hogy melyek a legnagyobb eredmények? Én nekem van 160 darab kupám, ebből a legértékesebb nekem az az európai bajnok első hely párosban, amit Kotorman Ákossal értem el, aki most Kaposváron edz. És harmadik lettem egyéniben, és én nagyon büszke vagyok. Igen. Nekem körülbelül 130 kupám lehet, egy kicsivel kevesebb, mint azért a Máténak. Én a legbüszkébb a 10-szeres országos bajnoki címemre vagyok, és a 100 szombattal elért nemzetközi verseny megnyerése. Hát miatt is büszke vagyok.
Az, hogy most Máté ugye elhozta ezt az EB kupát, az esetleg sarkal téged is arra, hogy egy hasonló eredményt elér? Vagy ez eleve mindig is így volt? Persze, hogy nem szeretném, ugye én is nem szeretnék Európa bajnok lenni. Sajnos még nem volt rá alkalom, hogy kijussak ilyen nagyobb versenyekre, mint például az Európa bajnokság, de én nagyon dolgozok érte, és remélem, hogy egyszer majd sikerül. Máté, te mit céloztál meg a következő körben? Tehát mi az, amit a következő lépcső, mi lenne, amit szeretnél? Hát én szeretnék ITF versenyeket elindulni, ami majd ilyen nagyobb korban. És hogyha ott jól teljesítek, akkor tovább kell lépnem a Grand Slam tornákra, amin szeretnék elindulni. És hogyha már az is megvan, akkor minél tovább lépni, hogy a ranglistán is előrébb lépni, meg a Grand Slam-eken minél több kört kell menni. A szorgalmatokon kívül mi a feltétel annak, hogy ezeket a kitűzött célokat el tudjátok érni? Sokat gyakoroltok, sokat edzetek. Mi kell még hozzá, hogy ezt elérjétek? Egy kis akarat. Alázat, akarat, erő, igen. Hogy, és a pénz, igen. A pénz ugye sajnos a család költségvetése véges, mert ugye nagyon nehéz fizetni mind a versenyeket, az odautazást, a benzint, és a többi sok apró dolog van, ami drága, és ugye ezt egy hétköznapi családnak elég nehéz fizetni. És erre, ez most a család legnagyobb problémája, hogy szponzorokat keresünk, ugye, aki tudná finanszírozni, vagy tudná állni ezeket a költségeket. A szponzorokon és a pénzen kívül van-e még valami, tehát az infrastruktúra, mi az, ami kell ahhoz, hogy az ember ilyen eredményeket fel tudjon mutatni? És gondolok arra, hogy az mindegy, például az, hogy mennyit edzel, hol edzel, kivel edzel, ezek számítanak? Ezek? Igen, többet kell edzeni naponta, mert ez a 2-3 óra nekünk ez kevés, iskolaidőben is, anyáról is. Csak annyit tudunk, hogy iskolaidőben edzeni. Tanulni is kell. Igen. Ugye, hát, ugye a többi játékosok, akik ott nagyon elő vannak, azoknak a 80%-a magántanuló, és akadémiákra jár, igen, akadémiákra jár, és napi 8 órát edzenek. 8 órákat edzenek, úgyhogy. Magyarországon van lehetőség arra, hogy valaki ugyanezt megtegye? Nincs. Akkor szerintem azért vannak olyanok, akik ugyan magántanulók, ugyanúgy. Hát igen, úgy lehet, hogyha magántanuló valaki, de igen. Ezt nekünk ezt nem lehet. És akkor visszajutottunk ugyanoda, hogy ahhoz viszont némi támogatásra volna szükség, és azzal lehetne. Hát nagyon reméljük, hogy ezek az eredmények magukért beszélnek, és akkor eljutnak ahhoz, akik esetleg ebben közreműködhetnek. Én köszönöm, hogy itt voltatok, és még egyszer gratulálok az eredményekhez. További sok sikert kívánok! Köszönjük!